Sziasztok, hackerek! Éppen most végeztünk a Bátfai Hackszor streamer, és a Microsoftot kezdtük el ágens programozni. Jó sikerült az első stream, ez egy sorozat lesz, és ezt folytatjuk, de most gyorsan befejeztük, hogy jöhessünk a Bátfai Hackszor tornára, ahogy Matyi mondta, hogy már el is kezdődött, és ezt most Matyi indította, jó sokan vagyunk, 17-en, szuper, úgyhogy és játszanak is sokan-sokan, spektelnek, hát én is bedobom magam a játékba, Battle. Fú, most azért látszik, hogy jobban pörög. Hú, fogalmam is kivel játszok, de magas a rélás, úgyhogy össze kell kötni a gatyámat. Na, hát lássuk. Egy frontális támadás, de nem gondolkodtam, hogy védelem nélkül küldtem harcba a csapatokat, de úgy látszik, nincsen Skeleton Armia talán. Na, ez elég sikeres bekezdés volt. Ó, ott jön egy üzenet. Mondjad? Srácok, csak közben játszok, én nem tudok egyszer hat dolgot csinálni. Sziasztok, legyőztem Lowry-t. Ügyes vagy, de oda, gyere a másik oldalára. Nem menetet játszottam Lowry ellen. Lowry-t levírtad nyomni? Az nem semmi az. A második meccset, eddig zsinórban 2-t nyertem. Lowry most játszik. Én meg sokan jó kezdtem egy... De most sokan játszanak, eltató ellen játszunk. Jó kezdtem a meccset, de aztán valahogy most nem sikerült olyan jó folytatni, mint ahogy elkezdtem. A Lowry az erős nagyon, épp hogy levertem, mert volt egy freeze spell-e. A Goblin Gang jó kártya. Hallod, ez az éppen, hogy... Na, egy tornát nekem is sikerült lerombolnom. Ez nem olyan béna, gyerek. Fú, volt én. Szóval játszottam egyet Lowry ellen. Persze, easy win. Amúgy épp, hogy nyertem, ez a tényleg, hogy épp, hogy... Na, nekem talán még lenne esélyem nyerni. Meglátjuk, hogy alakul a meccs. 9-es vizárdja van, az nagyon tud. Én szeret, nekem csak 8-as vizárdom van, de mondjuk az meg nem tudtam meg használni. És tolját nem is sikerült megsebeznem sajnos. Ez csűri ez a gyerek a játékot, ez jó, mint én, le fog győzni. Ez a gyerek lehet jobb, mint Lóri. Nem is néztem, hogy most kik ellen vagyok, de ez tényleg ez úgy csűri a játékot. Nem bírom legyőzni. Na most kéne egy jó ellentámadás, mert az én tornyom elég legyen. Persze már, hogy elixír korrektorozik. Na, leromboltam két tornyát. Ki ellen játszasz? Nem tudom, szerintem ő... Med? Nem hiszem, hogy magyar, inkább valami. Meddel játszasz? Ázsiai. Jó, a tornyomat viszont... Nem fogod elhinni, nyertem. Öregem, nyertem az első meccsemet. Lehet most kéne abba hagynom a játékot, mit gondolsz? Apa! Mondjad, Nándikám. Nem, hogy kell forogni. Nándikám, profi vagy, de most én már rojázom egy kicsit. Holnap folytatjuk. De oda jövünk, mert ott zavadzáltok a fejem mögött, ha nyúkáltuk. Nem, hogy kell forogni. Hát a törnel, a törn parancsol, nem? Nem az a kliniknek, a irányzom irányba. Hát ezt mondom, de a turn parancs az fordul. Tudom. De tudod, az irányzom irányba. Csak Nándikám, én mondom, én nem. Én, a nők tudnak egyszerre öt dolgokra figyelni, én férfi vagyok, én most vagy játszok, vagy programozok. De ez engem lesz verni, hát ez nagyon egyszerű. De mennyi, nyugodtan programozzál tovább, Nándikám. Tudom, programozok még. Csak meg kell csinálni valamit. Már mindent tudsz, már tudod csinálni magadtól is. Egy fél óra múlva lemegyek és megnézem, hogy állsz. Azt, én csinálok szendvicseket, Nándi, azt ne csináld te a szerintem. Én elég esebeztem. Na jó. Lórit, azt tudod, hogy győztem le? Ez a minden vagy semmi. Ez az... Fogom azt rátámadok. Hú, ezt elbukom, mint kacsa. Együttés. Ez most elbuktam, de ez az eltata, ez hanyas a rénás? Fogalmas nincs, hogy...
Ezek nagyon csűrik a Na, sikerült játékos. a princét így, hogy utána jön, és akkor elintézi a torony. Eltata, Challenger 1-es. Na nézd meg. A Gallas Master 4-es apa. Az Asszó Silver 2-es. Eddig mindek rangja van rajta. De nagyon jók csatlakoztak. Én is úgy én láttam, is hogy úgy nagyon, nézem. Nagyon magas szintűek is játszanak. Szinte mindegyiknek izéje van olyan. Komolyan apa, eddig csak én... meg te, meg még valaki, meg három gyerek nem volt velem együtt, négy, öt, hat, hét, szia, szia. Hello. De ha szembe megyünk, vagy a mögöttem állunk, de nem mutatunk a monitorra, mert nem látom. A Molnár Zsolt is bent van már. Molnár Zsolt szerintem nagyon jó, ő a Dead Set közben, ő a Clash Royale vezető. De nem ő a legjobb, hanem a... Ő, hát ő nagyon jó szerintem. Hát nagyon jó, de van egy ilyen, aki Master 1-es, benne van a top 200-ban. Tényleg? Aha. De szerintem a Molnár Zsolt is nagyon profi. Hát az is sűri a játék. Fú, szóval, vagy kb. Már 21-en vagyunk. Megsebeztem a tornyát. Az előbb 17-en voltunk, most már 21-en vagyunk. Most viszont nem biztos, hogy jó taktikáztam. És... Ja, hogy most is lépnek be folyamatosan a játékba. Izgalmas, hogy sokan játszunk szerintem. Ó, a tornát el fogom veszíteni, elveszettem a tornát, és nagyon letámadott. Hát, bukózok, de ennek van jelentőség, hogy milyen ilyen jelvénye van, mert ennek ilyen tornyos arany. Ott mutatja, hogy hányat vesztettél. Én eddig egyet vesztettem. Gyegye elejét. Ah, ezt vesztettem, ezt buktam sajnos. Látod, most neked is lesz egy olyan bukós jelet. De már eleve nyertem egyet, szóval nagyon jó vagyok. De most tényleg jó sokan vannak, 9. vagyok. Te eddig 2-t vesztettél. Nem. Vagy 2-t. 2-t játszottam, és egyet vesztettem. Az... De mi, 3-t. Én egyet vesztettem. Na szóval ki az első? A Galasz? Hát neki 4922 kupája van, az nagyon erős játékos lehet, nem? Na, hogy nem. Kártya szinte nem annyira erősen. Na, Mazsolának akkor megspektelem a meccsét. Mazsola jó áll, mert az ellenfelének már egyik tolva. Mazsola, az Mola Zsola. Tudom, de a játékbeli neve az Mazsola. Ez Mola Zsola. Hát Molnár Zsoltnak gondolom, de Mazsola. Hú, Gaming Cool ellen játszok, ő nem emlékszem, hogy jó lett volna. Fú, azért vannak kártyái, nem semmi. Hát én utánoztatlan vagyok. Ez is rárak egy Mega Knight-ot. Van? Na, tanulni ilyen meccsekből lehet, majd nézem, hogy kell játszani. És nézd meg azokat a gárcokat, úgy hátra tette le. Hú, lehet nyerek. Komolyan mondom, én leverem az ilyen Leech 3-asokat. És még Leech 1-be se bírok feljutni. Egyszer majdnem feljutottam, aztán meg végül legyőzött. De nem úgy játszanak, mint én, ők valahogy olyan takarékosan bánnak az elixírrel. Tudom, ez a szabály, mert hogyha... kevés elixíred van, akkor a másik támadsz, és nem bírsz védekezni. Uh-huh. Úgy tudtam, hogy lerakok egy kártyát, ha legyőzi, rárakok egy védekező kártyát, ha nem győzi le, akkor meg rakom. Hú, de most nem, már nem áll, most már az ellenfele jobban áll, mert... Én meg vezetek. Engem legyőzött az az etika, vagy mi a neve. Mert az ellenfelének... Etika volt a neve talán. Ah, hát most elvesztette, pedig jobban állt. Ja, mert Lórival játszott, csak nem látom az ellenfél nevét, meg kitakarta a kamera. A Lóri akkor tényleg, ő engem mindig, tudod, a Lóri az engem mindig megvert tegnap. Meg tegnap előtt is. A Lóri kétszer nyerte már meg a tornát. Én kétszer győztem le eddig Lórit. Remélem, nem Lórit adja ellenfél, akkor megint vesztek. Mondjuk általában úgyis mindenki nem vesztek, de... Én Lórit kétszer legyőztem. Hát, de te is kőprofi vagy már hozzám képest. Nem, hú, a Mazsolával játszok. Na most össze kell szednem magamat, mert ez nagyon fontos mérkőzés. Hú, hogy nem is tudom, hogy kezdem. Hú, már csak ezer élete van a tornyán. Lehet, nem kellett volna kezdeni. Á, ő megint hátra tette le ezeket a...
Ezeket a garcokat. Hú, nagyon erős dolgok azok a villámozók. Mik ezek a kis kocsik, amik így villámokat szórnak? Azepizek. Hát ezt nem is tudom, hogy inkább előrébb leszem. Tehát ízi a bajt. És egy ilyen nagy rakétát belelőtt a tornyába. Magic. Ez... Azoknak nagyon sok életem van ezeknek a áramozó kiskocsiknak, Magyik, képzeld el. Ugye szerintem amúgy nem. Ice Wizardom, lövi őket, mert egy csomó ideig. Az Ice Wizard az 51 sebez, hallod. Ja, ez keveset sebez, aha. Kellemetlen. Ez az, nyertem. Easy win. Good game, megírom. A tornyomnak annyi lesz, úgy látom. Már 22-en vagyunk. Hát a mazsolos legyen, sajnos. Belépett egy... Megsebeztem a tornyát. Belépett apa megint egy 4900 kupás. Megsebeztem mazsol a tornyát, Matyi. Sőt, a másik tornyát is megsebeztem. De jó vagyok. De tényleg. Hát figyelj, ahhoz képest, hogy én ahhoz ürülök, de ez tetszett. Én már vertem a Challenger 1-est is. Hát én az el sem tudom képzelni, hogy na, ezeket a garcokat próbálom bedobni. De még se jutok fel, még én már Challenger 3-ast is legyőztem. Na, az áramos kiskocsikat ezzel elbírtam intézni. És mégsem még nem bírok felkerülni. William J.P. ennek jó szintje van, úgy látom. Az anyját. Ezek most nem amatőrök, mint tegnap? Na, hát ennek csak a Lori volt nem amatőr, a többi azok kicsit tetézik a bajt. Egy perc, majd egy tornyot meg kell. Úgy lehet, hogy lerombolok egy tornyot az ágyú tartson ki. Ó, az ágyú nem abban irány. De azért viszont kifogja a Battle Ram. Ez az. Öregem, mazsol ellen egy tornyot megszereztem, Matyi. El se hiszed. Aha, szerintem amúgy Lórinak több kupája van, mint Molazsorán. Nem tudom. Vagy, hát Endigával feljebb van. Hát az kb. Olyan 300 kupa. Egy ilyen, azt nem vettem észre, hogy egy ilyen támadó Battle Ram. Ő is Battle Ramezik? Aha. A mazsola. Az ajzé, az a faltörős vigyom, hogy visz két barbár. Nem fogod elhinni, Matyikám, de támadok. Támadok, öregem. Öcsém, én is támadok, és most nem egy... De nem sokáig, mert már érződik, hogy jönnek itt az ellenfelek. Most nem egy béna ellen. 8 másodperc lehet, ja, de úgyis hosszabbítás, ezt nem fogok izét kapni. Arra, ja, hát eseket én zsigerbe verem. Most kiviszi a tornyomat simáit, akkora erőkkel támad, hogy... Hát ezt elszámolom. Tudom, hogy ezt bírom a legjobban bennünk, hogy ők a végén... Fú, igen, hát ez a Lórit. Már vesztettem is. De jó meccs volt, jó meccs volt. Egyszer Lórit egy ilyen véletlen. Én is mondok valamit. Azt mondja, hogy thanks. Ez jó meccs volt. Te tézi a baj. Viszont már így kettőt vesztettem. Na, játszottam egy deacos, nagyon jó volt, Matyi, képzeld el. És egy tornyot még el is intéztem. Öcsém, és ezzel 11. helyre estem vissza. De jó sokan vagyunk, 25-en vagyunk. Ez nagyon jó. Ugye, szerintem is. Na, nyomassuk tovább. Tényleg. Hála neki. De Matikám, azt nem írtad el, mert ez valami Huxpayer torna, ez a bátfai Huxpayer torna. Huxolt akartál írni? Nem. De én amúgy tényleg Huxpayert akartam írni. Ja, igen, de az mit jelent? Az én. Azokban megint beszéltem, azt megint nem gondolkodtam, tehát nekem a kettő nem megy együtt, úgy látszik. Te tézed a bajt. Nekem ez a betűröm, ez nagyon bejött ezzel támadni. Hát, de sajnos most nem jutott el a toronyig. Kis pumpa. Na most betartom a saját szabályomat, hogy ha jönnek az erők, akkor most csak egy... Hú, én megnyerek még egy. Egy ösvényen támadok. Easy win! 3 csillag győzelmed. Na, igen, már 3 győzelmed van. Nem, na ez a negyedik. Egyet vesztettem. Ja, és a negyedik vagy? Kb. 100 trófeám van nekem. 88 második. De mindenki játszik, már 27-en vagyunk. Na, hát az nagyon jó, nagyon felszaladt tényleg. Tehát te jó megszervezted, Matikám. Nekem tegnap volt a csúcs 6-tal. Mondtam, hogy mindenki keresi ezt, hogyha egy betűs tím. Viszont már jó ugye játszunk. Fú, akkor a 4900-as kupája gyerekkel játszok, akinek a 4900-as kupájú gyerekkel játszok, hallod.
És most úgy érzem, hogy ha ott kitartanak, akkor egy ágyúval itt talán sikerül a torkot megsebezni, mit szólsz? Tézi a baj. Ó, átment láthatatlanba, ez a király, vagy nem tudom, mik ezt képzeld el, ez egy ilyen legás kártya. És félre nyomtam a az karakterek eppet, nem mentek hallod. rá. Öcsém. A Battleground-et nem oda akartam a másik ösvényen, a saját szabályomra nem figyeltem, hogy azt kell sebezni, hát 22-t az életben nem bírok elintézni ilyen nehéz ellenfelek ellen. És elvan, és az elrószat is eldövöm hamarabb. Profi vagyok. Most maradok ennél az ösvénynél. Ezt elbukom, hallodok. A 4900-as kupájú ellen játszok. A tornyot lőtt, ez az, ne az óriást. Na, Jó, egy tornyát megsebeztem már védekezek. 600-ra. De ennek ilyen sutyi kártyái vannak, hogy például bomber, azokat úgy utálom, akiknek A bomberek bomber van. Az nagyon kellemetlen tud lenni. Hát Arena 12-ről beszélek. Arena 12-ben csak az ősemberek használnak bombert. Ismerd az ősembereket? Nem biztos. Óriásan sikerült elcsalnom itt a főverőit, de olyan, már két baby dragonnal jön, ez nagyon ez durva. Az, Ez a tornyot kinyitom tuti egy elvesztem. Egy Hát és ilyen már túl voltunk, a túl időn voltunk. Turbo csillag. És ezt is elvesztettem, Matyika. Meg kivédtem egy támadást. De nagyon jó, már 28-an vannak bent a tornán. Ugye? Tudom. Nagyon én jó. Csináltam. Na, Battle, játszunk, az nagyon-nagyon jó pörünk. Na most higgadta. Abba az irányba indul, akkor itt erősítem az erőket. És besegítik egy ágyúval is. Az milyen karakter, aki lóval jön és van egy hatalmas buzogány a kezébe? Az Dark Prince. Fú, az elég jó. Az De itt is jön Lemuria. 9-es Wizard, előtte pedig egy 9-es Pekka, öregem. Hát ezzel most mit tegyek? A Wizard Nézd meg. leszedi a denevéreimet. Te tézed a bajt. A Wizard? És még egy Prince-et is bedobott a biztonság kedvéért. Hallod, apa? Mondjad. Legyőztem egy 4900 kupájút. Az, te király vagy. Itt most már leverték a tornyomat, nézem meg én. Ezt is lesz screenshotom. Na, hát nekem, hogy ez megint túl erős ellenfél. Legyőztem egy 4900 kupájút. Hát... Én vagyok az első a tournamentbe. Azt nagyon király vagy, Matyi, akkor. Nekem már elsőjém sincsen, mondom, engem úgy levernek ezek, hogy... De nézd meg, ennek is 9-es Prince, mindenek 9-es, nyilván azt jelenti, hogy lenormálták neki, tehát valószínűleg, hogy ezek nagyon erősek nekem. Ez gyors vereség volt. Na most már mindjárt valami. Mi ez az Atlasz király? Valami könnyen meccs. Én vagyok az Atlasz király. Tényleg első? Tényleg első vagy? Hát Matikám, ez nagyon jó. Nekem van. 113 kupa. Helyedben meggondolnám, hogyha nem játszok, vagy nem tudom, hogy ilyenkor mi a taktika. Játszok még. Bár én is. Hát mondjuk én nem vesztek semmit, mert... Én eddig egyet vesztettem. Matyikám, ez családi. Szerencséd van. Figyeljelek? Én nem figyellek, öregem. Én leverlek. Én leverlek. Na figyeld meg, hogy esélyed sincsen. De nevérek elintézik ezt a... Nem tudom ki ez a... Tudom, azt elintézi a torony is. Azért mondom, hogy még ha most feladod, még preszt is veszteség nélkül feladhatod. Te tézed a bajt. Hármat, kettőt, egy csapás. De most remélem kifogytál az elixírből, és az ellentámadásomat nem tudod kivédeni. Hat elixírem van. Jó, neked nekem majd csak három, basszus. Tehát még, de ez olyan igazságtalan, hogy olyan erős kártyákat bedobsz, érted, az még elixíred is van. Ez a profi logika. Hát igen. Ilyenkor nekem meg egy zepem nem jó, hogy megzepeljem azt a sok goblint. Már van egy elixírem? Na én is most már tartalékolom az elixírt. Fú, szegény apa. Annak a toronynak nagyjából meghal. Micsoda? Jó, hogy zep, figyeljed.
Az app az nem vezet csak 40-50 ezer Igen, de van tonnát. egy Aerosom is, ami meg teljesen leveszi. Ja. Igen, most itt állok. Még meg sem bírtam se vezni a tornáidat most, hát az annyira durva. Nem védekeztem. Már megijön ez az úró, ez a úró béka lovag, vagy nem tudom, hogy sokszor hívják. Hogy hívják, az Dark Prince, vagy mi a neve? Ez Meganite. Ja, Meganite, Meganite. Meganite. Jó. Dark Prince az az, ami lovag. Knight, vagy lovag, vagy meg a lovag, vagy mi ez akkor? Igen, meg a lovag. Aha. Fúró szerelem, hogy belejött a tornyodba az a batűröm. Szerencséd van. Most nem vagy annyira béna. Nem vagyok annyira béna, nem mondjad már. Most nem vagy annyira béna. Hát nekem valahogy nem úgy tűnik. De komolyan örülök, hogy erre ne játszok. Hát mert biztosan behúzol egy győzelmet azért. Nem is igaz. Dehogy nem. Tegnap is mondtad, hogy ellenem játszol, az tuti nyerő. Már most megint jön az a... Most egy tornyomat. Az biztos, hogy profi vagyok. És ez csak a kezdet, öregem. Nagy kezdet szerintem is. Elbukod a meccset. Figyeld a csak figyeljél. Igen, figyelem, hogy a nagy seregem, hogy le fog téged győzni. Köszön, rakod azt az óriást, addig is gyűjtöm a katonáimat. Csak figyelj, öreg. Figyelek. Nekem egy Mati félfogamra se elég. És a Lumberjacket hogy imádom? Na, gratulálok, indítom a következő Meganite-ot. Easy. Na, hagytam magam. Fáj. Nem, nem, hát, de hát eddig is mindig legyőztél. Egyszer győztelek le még a múlt korában. Így már biztos, hogy első vagyok. Igen, első vagy stabilan. Én nézzük meg, én hanyadik vagyok. Én meg 15. Nem, ami nagyon rangos. Ki játszik még? Eloy játszik. Jó van, Logan is játszik. Na jó, megyek egyen. Az a hogy sokan vagyunk, a ellen felett hamar. Igen, az olyan. Egyben. Sokkal jobb így játszani, mint nem, tegnap sem volt rossz. Nem, Lóri ellen játszok. Na, most lássuk. Ha igazán első akarsz lenni, akkor így jó, hogy a erőseket tegye össze, érted? Ne engem tegyem össze veled az első, a 15-kel. Nekem viszont most nem az ellen felett lehet, hogy... Tudja, hogy kell védekezni. Ja, lehet, hogy azért érzed, hogy erősebb vagyok, mert a battle ramemet fejlesztettem 9-esre. Az nagy sok eszemét. Nekem most nem ad ellenfelet. Pedig olyan sok meccs lehet, de azért de sok meccs megy, mert ez 3 meccs. Nem áll. Töltődj! Van Inferno Tower-e, most ezt elbukom. A Lóri szokott Inferno Tower-t használni, igen. De nekem is az párszor bedobta és felszívta a támadásomat. Mert nekem már nem mer ellenfelet adni senkit, úgy látom. Megyek az epjétől. Nekem is is jön valaki. Na, csak megspektálok akkor téged, hogy hagyd lássam, hogy álltok Lóriban. De nem, hát legyőz. Ez nem jó játék. Matikán még annyira rosszul nem állsz. Ha annyira rosszul nem állok, egy zepnyi, egyszer megzepeltem a tornyát, annyi sebzésem van belőle. Jó, hát Lórit nehéz legyőzni. De azért ne add föl, szerintem még nem állsz olyan rosszul. Persze, 700 életem van a tornának, szerintem. Na, vagy igen, de ez kártyajáték, egy jó lapjárásról, hát ha bejön. Nem a lapjárástól függ a fa. Többnyire mindez, hogy milyen lapjárásod van. Na, most a megaknájtok menni, a knájtok menni. Azt a, ez tényleg felkészült. Szerintem direkt ellenem csinál deket, hogy hát az beválik. De erről beszélek át, hogy semmi esélye. Most is meg sem bírtam sebezni, bármennyit támadok, nincs sebzés. Mert lehet, hogy neked kellett volna inkább védekezni egy kicsit, nem? De hiába védekezik, apa. Én a 9 vagy ez, én meg a Véna 12, az a lényeg, hogy... Én mivelben nem adnám fel? 20 másodperc van és 2 tornyomat lenyőzte, én meg bele se sebeztem az övébe. Na jó, valószínűleg tényleg vesztesz.
Valószínűleg tényleg ez 10 másodperc van, azt te mondod, hogy nyerhetek, hát köszönöm. De azt, hogy elhetsz, ezt akkor mondtam, hogy még 700 élete volt a tornyodban. Én most már csak egy második vagyok, hogy 30. Mínusz 32-t levont! Uff. Igen, most harmadik vagy. Mondtam, hogy 100. Zoginak megadott annyit. Szóval. Hát igen, az ilyen. Na figyelj, most akkor én is győzök egyet, remélem. Neked egyből vagy az ellenfeleket? Ah, most nekem is adott. Ó, oh, Lórit adta, Lórit adta. Matyi, leverem neked. De hogy vered? Hát de akkor meg most mégis mit gondolsz, még Lórit az életben egyszer se vertem meg, most gondolod, most le fogom verni? Na de legyen igazad. Figyelj. Most bedobok mindent. Figyeld, ne, nézd meg. Hoppá, zeppemmel kivédtem a izét. Öregem! Egy betlüremmel, az ágyúval nem bírtam megtámadni a tornyát. Matyi, jó kezdtem ellene. Spectre-et? Megint egy erős ellen játszok. De Spectre-té? Nem Spectre-té. Lórinak a tornyát megsebeztem, öregem, 1700... De figyelj akkor a játékra, mert... De eddig úgy tűnik, hogy nem játszok rosszul, fiam. Úgyhogy... Jó, nyilván le fog verni, de... De még mindig jobban megsebeztem az ő tornyát, mint az enyémet. A 9-es muskétársai vannak, meg 9-es ágyfüzel, meg az én ágyfüzelem, meg 10-es. Te magad mondod, hogy jobban játszok, mint eddig játszottam. Egy. Egyszer játszottál jobban. És az epet megint jó dobtam be, de a Butler-en nem jutott el az ég a tornyáig. Most meg vezetek. De az ő tornya 1000 életű, az enyém meg 1500. Tehát előnyben vagyok, csak valahogy aztán mégis mindig elbénázom. Ugyanazzal a kombinációval támad, nézd meg, hogy bedobta a Ice Wizardot és mellette a Hog Rider-t. Én meg akkor az ágyút és próbálom egy Ice Wizardot azt. De nincs zepem. Hát ez a lapjárás, látod? Most lehet, hogy az ebben sokkal jobb helyzetbe kerülök. Így viszont most már jobban fordul ebből a körből. És mindjárt tudtam, már mondtam, hogy küldeni fogja a minert. És ezt már is bukom, mert most lett zepem csak. Na de a tornyom csak kibírt. Na próbáljuk már akkor az eppel készülök, mert mindjárt Lóri bedobja szerintem a ezért. 20 perc. A Skeleton Army-t. Na mikor jön a Skeleton Army? Nem vagy óriás indítok. És most jött az óriásomra, és jó alkalmaztam. Most viszont nekem kedvezett a lapjárás szerintem. Öregem, Lóri ellen hoznék. Oly, nem vettem észre, basszus, a minor nem vettem észre egy nagy hadakozásba. Azt hittem, jó vagyok, és mégsem. De a lényeg, hogy próbálok erre a tornyára koncentrálni. Ja, de végre lett a meccsnek. Na, de jó játszottam, Matyi. Hát na, totál vesztettem, de az elején jó indult. Látszik, hogy van bennem tehetség. Na kérlek szépen, hány pontom van, hol vagyok? Hát 6 ponttal a végén, 17. Én meg lehet levertem megint egy 29-en vagyunk már, Matyi, benne. Nem nagy utasság. 29, ez nem semmi. Easy. Szerinted felmegyünk majd 1000-ig? Azt nem hinném. Azt mondod? Uh-huh. Megint Lórival rakott össze. De te fideled, Lóri. Nem fideled, Matikám, hát most nem tettek róla, hogy a szoftver a elsőt a 10-valadikkal teszi össze. Játszottam olyan Willy-ben véve. Az epet adja az epet, mert mindjárt azt kellett már bedobja. Ó, most egyenlő vagyok. Tudtam, a Skeletonokra készültem, nagyon jó, sikerült, mondom, megint jó kezdek, megint megsebeztem a Lóri tornyát, Matyi. Ugye mondhatsz bármit, a játék elején jó vagyok, aztán utána mégis vesztek. Na most hagyom az elixírom, hogy felmenjen. A muskétások ellen mit dobja be, mert ilyen muskétásokat jelenlem. Hát, ha az ágyú mellette leszedi.
És még menne is tovább. Ice with A, Arden, Ice írtál with maga Arden. a kűrösöket. Ja, de az enyém is hiába 10-es, itt le van normálva 9-re. Nem fogod elhinni, Mati, de majdnem sikerült a tornyát megsebeznem megint. Júj, apám, majdnem sikerült megsebeznem. Hát én egy kicsit dolognak is örülök. Ú, de most már akkora offenziával támad, hogy itt nem sok esélyem van. Két malac kitúrta a tornyomba ennyit. Nem áll. Az anyját. Hát a horrorát nem bírtam elintézni. Nem hát ez nagyon erős. Hát tornyomat megint elbuktam az egyiket. Ó, és beradta az Infamous Overt is. Nem tudom, most kicsit ez visszább az. Veszek. Nincs elég szíre. Jobban áll, mint én, apa, ez nem annyira béna játék. Kicsoda? Akivel most játszok. Megjöttem. Malacok megint kitúrták a tornamat. Nem igaz, hogy nem bírok én is lenni. Matyikán, te menjél már aludni. Te meddig akarsz itt lenni? Amíg vége nincs, ezt kívni. Talán elmit felébeszed és reggel elalszik. Mondjuk nem fogod elhinni, de Lóri tornyát megsebeztem 260-ra. Lórinak lenyomtam egy tornyát, öregem. Hát őrület. Most ezt megint elvesztem. Ő meg lenyomta a másikat, úgyhogy én is elvesztem az egyértelmű. De most jobban megy a játék, mint tegnap. Nekem most megvan, mit fogni. Na, itt dobjam be. Ó, már két inferno. És lejárt az idő, de jó meccs volt, jó meccs volt. Lúri azt mondta, hogy jó játszottam. Egyébként én, nekem most jobban ment. Már gondolom, csak 5 pontom van, és ezzel a 19. vagyok. Lássuk. 5 pontom van, és 17. Na, nagyon meg legyőz. Hihetetlen. Kivel játszom? Valami a... Oszolja ellen, de... Láttam, vannak úrai a kínaiak, nagyon sokféle, sokan belépte. De ezek a malacok olyan vélek. Már nem akarom neked mondani, kivel rakod, de megint Lórival rakott össze, Matyi. De nem áll. Te komolyan. Hogy fideled engem? Nem fidelem, Matyi, hát látod, hogy én le akarom nyomni. 35-öt levon, ez nem igazság. Én le akarom nyomni a Lórit, de hát látod, hogy Lóri nyom le engem. Már csak 5. vagyok. Lóri az első, hallod. 176-tal. Én gyilkolom, látod? Ha, inkább fideled. Hát Matikám, de most nem tehetek róla, hogy nem vagyok. De akkor miért nem tart a szünetet egy Batyr előtt? Vagy nézd meg, amint Lóri elkezd egy játékot. Hát de most nézegettem. De Matikám, én nem vagyok ennyire rutinos, hogy most ilyen taktikákat tudok. Amúgy meg nem Lóri a legjobb. Én már legyőztem, hogy Lórinál jobbat is. A Gálasz ellen játszott. De Matikám, ez egy játék, ne vedd már ennyire tudom, komolyan. Tudom, ha az én turnamentemet te rontod el. Jaj, nem, hát most... Lóri az első hallod, aki ha megnézed a meccs előzményeit, milyen? Te... Az is magyar győzelem, érted? Lóri is magyar legalább. Az országban marad a győzelem. Egyébként nem tudom, most nem tudom, miért mondod, hogy fidelem, most honnan tudod, hogy nem nyerek? Még csak egy tornyomat vesztettem el. Jött egy nagy szkelet már, és nézem a tornyát, simán megsebeztem, még az is levő tornyát elintézem. Sőt, Matyikám, Lórinak lenyomtam egy tornyát. Azért eddig ez nem volt jellemző rám. Na most kéne higgadtan kitalálni valami jót. Butlerem helyett Giantet küldök. Aj, tudtam, hogy minor lesz. De ha tudtam, akkor miért nem készítettem? Az Infant Overrel én sem bírok mit kezdeni egyébként, vagy sajnos. Oda jó lenne. Lehet, hogy berakok egy izét Ice Wizard helyett egy Skeleton Army-t. És kopízzal megana egy izé Infernal-t. Ez nem jó. Ezt nem szeretem. Egyébként én úgy szoktam fel Arena 12-ben, hogy megsebzem egy tornyát, azt a másikba is belesebzek. Ja,
hogy fúró van az elixírem. El nem fogod hinni, Matyikám, de szorongatom Lúrinak a tornyát. Vagy hát nem, de én úgy érzem, hát valószínű, hogy nem, de... A Minor védekedésben is ilyen erős. Ez meg hogy ilyen erős? Ez mit nyomja rosszul ez a játék? És kiviszi a tornyomat, nézd meg. De most jól játszottam, jobban ment a játék. Meg is dicsért, hogy jól játszottam. Az minden játéknál megdicsér. Hát nem udvarias. Na de most már szerintem csak 4 pontom van, és ezzel 5 pontom van, én 16-16 vagyok. Én meg 5-dik. Lúri 192 ponttal első. És te hol vagy? De Mazsola is jön fölfelé, úgy látom. Ki itt, te visszaestél most? Azt mondod, hogy kit várjuk, akkor kit pihenjek a új játék kérés előtt? De hihetetlen, én már megint vesztek, de nem lehet. De Matikám, de ennyire ne szív már erre a játékot. Ez tudod, ez megy ki a streamre, ez örök emlék lesz. Az interneten az emberi kultúra része marad örökre. Már csak 5. vagyok. De jössz fölfelé, azt nézed. Megyek fölfelé. És még van 11 perc, addig még simán nyerhetsz 2. Megyek fölfelé. Azt 135-ről este. Na jó, de most per pillanat egy zöld fölfelé nyíl van. Na lássuk, Battle. Az semmit nem jelent, az azt, hogy több esélye van fölfelé menni. Azt mondod? De lehet, hogy ez azt jelenti, hogy gyengébet keres neked, hát már 3 vagy 4 vesztettem. Ilyen kis nyíjak vannak a nevek mellett, én azt hittem, hogy aki lefelé vannak, lefelé piros, de nem tudom. Nem hinném, mondjuk. De mondd el, mit jelent, okosodok tőle legalább. Nem tudom, hogy mit jelent. Szerintem tudom. Na, Lórival játszok. Csak vicceltem. Valami Eloy-jal látsz, nem tudom ki az. Mi ki jelen? Eloy-nak van leírva. Hú, az nagyon erős, 4900 éve. Tényleg? Hú, akkor ha ezt leverem, akkor azt mondod, hogy jó vagyok? Na, én is levertem, és erősebb, mint Lóri, szóval. Na figyelj, megzeppelem a minyonjait. Ez sikerült. És nagy bölcsen kivárok, hogy hol fog támadni. Jön egy Hogriderről, azt elintézem a gárcukkal. De van 10 gemed? Nincs. Nekem sem. 6 gemem van. Ja, hogy holnap indítani egy újat? Holnapra szerintem lesz, azért 4-et szoktam kapni az ilyen ládákból. Basszus, elgondolkoztam. Annyira, ott 9-es bombere van, az sírba visz a bomber. Venni kéne gemet, mert nem tudjuk biztosítani a naponta bátfai hakszóktól. Matyikám, nem szoktunk költekezni ilyenekre. Na, Matyikám, mondhatsz bármit, de nekem ez a meccs egyelőre, mint a könnyebbnek tűnne, mint a Lóri elleni meccsek. Aztán... Bár most berakott egy nagy erős pekkádot fönt. Nagy erős pekkádot. De én megkockáztatok egy ágyúval. Na miért, mit dob ebbe a pekkel? Az ágyúval támadta a Giant? Ez teljesen van. Ez a Giant, ez nagyon gyenge, tényleg nagyon kicsi a sebzés ennek az ágyfizárnak.
Na, egész jó, megsebeztem két tornyát is, de az a baj, hogy igazából, ha az egy toronyra menne az a sebzés, akkor enyém lenne a torony, de sajnos nem egyre megy, hanem kettőre. És ez a bomber, mire az óriásom odaér, és nem tudok mit kezdeni itt a közelgő. Ő viszont jó taktikán játszik, mert 10 másodperc van, és nagy erőkkel támad a tornyomat. Hát ezt egyébként a butaságon miatt buktam el, tehát szerintem ezt lehet, hát nem biztos, hogy nyerhettem volna, hogyha most ezt a két sebzést ettől osztom ki, akkor több esélyem lett volna. Így már simán elbuktam. Na, játsszuk egyet. Lóri jelenleg szerintem. Nem, Bola Zsora. Vesztek, de fölfelé jöttem. Más úgy lesz, még többet vesztett. Hát lehet már csak egy meccs fog beleférni. Nem hinném, hogy ma vagy 10 perc. 6 perc van már csak. Malazson az nagyon nyomja a légitámon, de... Na, játszok valakivel, aki nem tudom, lehet, hogy török, vagy nem tudom én. A logójából úgy élve török lehet szerintem. Hú, az a Malazson, ez úgy csírja el. Egy győzelem még jó lenne itt a végén, a statisztikámon sokat dobna. Ez nagyon egy lapra akar föltenni mindent. Ez vele eddig a legjobban. Ez ilyen súnyi technikával. Súnyi technika? Milyen a súnyi technika? Hát a lávand, azt mögé rak egy bal. Ú, és most nincs izém zepem. Ezt pedig, ha megzepeltem, az a rossz súnyi technika. Azokra nem vagyok büszke. Azok rosszak. Azok mind rosszak, nem? Ez az. Ezekre nem vagyok büszke. Te tézik a bajt. Új, és elrakom az infernum. Nem igaz, hogy mini pekkát képes volt ledobni. De sebzem a tornyát az ágyúval. Ez csak légyekkel nyomatja, hallod. De semmi izé. Na most higgadtan kell játszolom, és hát ha nyerek a végén egyet, akkor a helyezésem olyan sokat dobna szerintem. Sokat dobna a helyezésem. Na csak 5 perc van még egy meccs. De sajnos nem bírtam mire. Ez az apjárás volt, hogy nem lett a legszerencsésebb. És a tornyomat lehet, hogy ki is viszi ezzel. Vezetek torony, vagyis 2-1 a toronya. Már csak fél perc van. De mi ez már? Már a meccsből vagy? A meccsből. És azt is elbukom. Hihetek. Szóval annyi, az tutina azt mutatja, hogy izé, ezt is elbuktam, láttad? Az anyját jön egy izével, és nem tudom kellene mit bedobni. Pedig ez a meccs olyan lazán indult. Én már hallottam, hogy 8-alig vagyunk 52-vel. A Lóri az meg első. Én már tuti bukó lesz. Hát elvesztettem Matikám sajnos. Pedig az elején ez biztatóban indult. A török játékos lenyomott. Még 3 perc van hátra, hát még egy meccset még kapok. Háj, kaptam egyet. Ildarmi öfkeszi. De ez ellen a Ildarm öfkeszi ellen játszott. Szerintem igen. Igen, gyanítom. Na, én legyőzöm, egyetlen ott te vagy. Legyőzöm, tehát szerintem a játék elején nekem is lett volna talán esélyem jobban, de a második fel az teljesen rossz. Sokat gondolkodik, hogy mit rakjon rá. Hát ez egyébként... Na, Ilolyjal játszok most. Az Ilolj az hogy játszott? Ilolj, az a nagyon profi. Ő volt a nagyon profi. Na akkor egy nagyon profi most a végén lenyomok. A könnyű meccset nem nyertem meg, de a nehezet megnyerem, figyeld meg.
Az epit van, az ujjam van bekészítve, hogyha... De az jó öregem le... lerakott egy pekkát. Majdnem elvittem egy tornyot, de még az is lehet, hogy elviszem, képzeld el. Az anyját, ezt a jól se veszem. Ezt. Lehet, hogy nem ott kellett volna harcolnom, hogy ez jó. Hát ez már nagyon visszavág a tornyom. Ez a török, ez úgy tűnik. Nekem az elején nem tűnt, de hát az idője meg már lenyomta a tornomat. De az epet jól dobtam be. És nézd, semmi eliszire nincsen, ilyen íjászok lenyomják a tornyomat. 200-zal vezet. Szerintem most még egy minor bedob, nem tudom van-e minor-e. Bitang bomberek már megint lenyomják a vizét. Új, egy tornyot elvittem, de hát... Befagyott a játék. Halló. Próbálok itt erősíteni. Ja nem, csak a net hibás. Mondjuk ennek a lényeg. Ezért buktam el egy tornyot, mert a net elromlott. Net szünet volt. És kidob a játék, az utolsó meccs. Az nagyon durva. Hát én is szinte biztos elbukom, mert a főtornyom már csak 800. 20 trófeám lesz. 130-ról 20. Többet vesztettem minél. Mondtam, hogy 117-nél álljál meg. 130-nél. Akkor miért elállakom? Azt is 5. remlék. Így viszont már meg legyőzött fogadjuk. Rárakott egy pénzt a tornyomra. Ja. Na, és elbuktam ezt is sajnos. Hát, de egyet nyertem ma csak. Ja, ma csak 19 perc. És szerintem vége is lettem a tornának, ugye? Uh-huh. 10, 9, 8, és már nincs időm. Igen. Rossz a metőcsém. Na, hát Lóri a hagyományoknak megfelelően nyerte a tornát, szerintem. Még egy 45 másodperc, úgyhogy már nem kezdek újat. Én pedig ugye hol zártam. 17. Hát 3 pont a 17. 17. hely. És 28. Matikám, ezt vegyem gratulációval, hogy ilyen sportszerű vagy? Hát nekem mondod. Én meg 28. De azért megvárom a végét, de szerintem Lóritól már senki nem veszi a győzelmet, mert ugye már spektrai nem lehet, már senkinek nem megy meccs, szerintem. Úgyhogy gratulálunk Lórinak, ezt megint ő. Ugye eddig 3 ilyen bátfai hakszortorom, mind a 3-at Lóri nyerte. De Matikán volt olyan, amikor te vezettél. Uh-huh. Bár még mindig megy egy meccs, az Ilói meg a Mazsola játszik. Ilyenkor ez megvárja a torna a végét? Igen. Mert azt mondja, a tornának már vége. Na akkor még ezt spekteljük meg, hogy akkor mi a helyzet. Na Mazsola játszik az Ilóval. Engem az Ilói is lenyomott, meg a Mazsola is. Sziasztok, Hekkel! Szia, Matikám, jó éjszakát! Neked tegyek be szendvicseket holnapra? Nem, én nem megyek volna kis. Na, itt most Mazsola jobban áll. Ja, nem, de hogy áll jobban, nem áll jobban. A tornyom nekint csak 2000 van, most nézem. De elég szépen jobban áll. És ő mindig így hátra teszi le azokat a garcokat. Megnézem, hogy hogyan zárult ez a torna. Még megy a Ilói Mazsola meccs. De most az Ilói előnybe került, mert a egyik tornyát már elpusztította. De Mazsola visszavág. Öten nézik. Mm. Mazsola az nagyon nyomja. De most elég szírbe, elég jó áll. De mindig úgy hátra teszi rá azokat a garcokat.
Ahogy nem értem, hogy az mondom, mi a... Húdott nagyon jön egy pekka, pekka az nagyon erős. Bomber pekka kombináció durva. De mindenre azt, minden vagy semmizik. Mm-hmm. Hát igen, hátrányban van. És nincsen. Most egál van. És nézd meg, hogy még nyerhet is simán, mert lehet lenyomja a főtornyot. Nincs sok esélye. Szerintem már most hát... Mindjárt. Meglátjuk. Utolsó meccs. Na, ez egy érdekes végkifejlet, hogy mi lesz. Szerintem, ha mazsola ezt ki... Ezt veszti már. Nem bírja meg azt a tornát, nem bírja meg. Igen, elveszti a tornát valószínűleg. De utána, hogyha átmegy valami támadásba, lehet, ha... De hát nem. Itt nincsenek hák. Na, vége van a tornának. Akkor azt a meccset csak megvártam, még látom. Most írtak, hogy vége. Lóri lett a... És akkor Lóri az első. Lóri az első, akkor Matyi a tizedik, és valami szoftverhiba miatt engem 17-nek írt, pedig szerintem második, harmadik helyen, na mindegy. De nagyon jó, nagyon jó kis torna volt, és jó sokan maradtunk, 28, és ott van Lórinak ő lettem. Hát ő hagyományosan nyeri a tornát. Na, sziasztok, hackerek! Holnap akkor jövünk ugyanúgy programozás Minecraft, sziasztok. És ha lesz elixírünk, akkor folytatjuk a bátfai hakszor tornát. Köszi, Matyi, hogy indítottad. Sziasztok, hackerek!